Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Az OBH beszámolójával kapcsolatosan két része szeretném osztani a felszólást. Az egyik a általánosságokon végighaladva a beszámolónak az erényeit, vagy az elmúlt időszaknak a fontosabb eseményeit szeretném kiemelni abból a szemszögből, ahogy én látom, és nagyobb részt abból a szemszögből kívánom nézni, mint korábban gyakorló ügyvéd, miként is találkoztam, illetve miként változott, és mit tartok mégis fontosnak abban, ahogy a bíróságok jelenleg működnek, és ahogy a szervezetrendszer kinézés, hogy mik valósultak meg az elmúlt időszakban, amit előremutatónak tartok, és természetesen van egy kritikai rész is, ami nem a bíróságok munkájával, hanem mondjuk úgy, hogy ettől egy kicsit elrugaszkodottabb magának az OBH elnökének, vagy akár a bíróságnak nehezedő politikai nyomásnak az értékelése, hogyha úgy tetszik. Ugye ezek egy inkább politikai kérdésbe tartoznak, éppen ezért ez nehezebben megfogható, de szeretném, hogy előtte elhangozzanak azok a pozitív vagy esetleg kritikai észrevételek, amelyek fontosak a bírói kar számára is. A 2021-es évi beszámolóból nagyon is látszik, hogy milyen komoly változásokat hozott a koronavírus járvány ugye a bíróságok életében. Ezek azok a pontok, ahol ugye napi jogkeresésben járnak az alsóbb szintű bíróságokon a jogkereső állampolgárok, éppen ezért a legnagyobb változással is éppen itt találkozhattak. Csak úgy, mint az állami hivatalok, a bíróságnak is fel kellett venni a lépést abban, hogy miként tudják megszervezni az életet, akár távmunka, akár a bírósági eljárások, a különböző új, innovatív vagy a digitális megoldásoknak a bevezetésével, így a digitális kapcsolattartás is előtérbe került, a távmeghallgatások meglehetősen gyakoriak lettek. Nyilván ezeknek megvolt mindegyiknek a saját tapasztalata az elején, mondhatjuk úgy, hogy bár a technológia fejlett volt, de gyerekcipőben járt maga az eljárás. Szokatlan volt ez széles körben, mind a bírók, mint az ügyvédek, vagy az ügyfelek körében, vagy akár az ügyészek körében is. De szépen lassan mindenki megszokta, sőt most már talán ott tart, hogy ennek az összes előnyét lehet használni a továbbiakban, és egyre jobban tudta használni a bírói kar is a meglévő a nehézségekből tudott sikert és előnyt kovácsolni, és ezeket jól tudta használni. Én ebben egyetlen egy olyan figyelmeztetést szeretnék irányítani, hogy a bíróságok, illetve akár az ügyfeleknek a képviselői jellemzően igyekeznek és tudnak is lépést tartani a technológia fejlődésével. Nyilván költségkímélő módon nem igazán lehet ezt tenni, de ahol látjuk az ügyfelek, vagy az egyszerű képviselet nélkül eljáró személyek, mert még mindig nagyon nehéz helyzetben vannak ilyenkor, bár számukra nyilván az eljárási jogszabályok ezt kötelezővé nem teszik, de nagyon sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy a perbeli jogaikat nem megfelelően tudják gyakorolni, ha éppen nem digitális kapcsolattartásban gyakorolják azt. Így az elmúlt időszaknak az előny kovácsolási részéből érdemes lesz azt felülvizsgálni, hogy miből érdemes visszavenni, és miből érdemes megint egy kicsit közelebb hozni a bíróságokat a személyes kapcsolattartásra, a személyes tárgyalásra, illetve az olyan meghallgatásokra, ahol valódi fizikai jelenében mindenki jelen tud lenni. Sok esetben a bíróságokon a igazság, illetve a jogkeresés, ez azért is volt akadályozat, én úgy gondolom az elmúlt időszakban, mert tartottak tőle sokan, hogy nem tudnak ebben már ilyen módon részt venni. Ez egyébként igaz az ügyvéd kollégákra is, akik nagyon sokszor panaszkodtak arra, hogy inkább kiszorulóban vannak. Az amúgy is viszonylag gyors digitális és elektronikus eljárási átállás miatt. De úgy tűnik, hogy ebben jól vizsgázott összességében a bírói kar, a bírói szervezetrendszer, a bíróságoknak a szervezetrendszere. Ezt köszönjük szépen, hogy ebben mindenki partner volt, és ezt a nagyon nehéz időszakot akár távmunkában, otthoni munkában türelmesen és jól tudta kezelni és megoldani. Ami az ítéletek társadalmi elfogadottságával kapcsolatos, ugye itt 2021-ben 93,1%-os első fokon való jogerőre emelkedést láttuk. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ez mutatja azt, hogy mennyire helyesen, mennyire elfogadottan is a társadalmi igazságérzettel azonosan tud jól a jogszabályokat értelmezve és érvényesítve a bíróság ítélkezni. Hozzáteszem, nem mindig ezt mutatja, van egy olyan látencia benne, amit nagyon nehéz kimutatni, talán nem is lehet mérni, ami pedig abban áll, hogy az elmúlt időszakban számottevő változás volt azért abban, hogy kiminősült a bírósági eljárásokban olyan
per költségviselő félnek, aki meg tudta engedni azt, hogy az összes számára rendelkezésre álló perbeli taktikai eszköz kihasználja. Tehát az akkor itt, hogy egyszerűen mondjam, nagyon sok mindenkit az akadályozott meg, hogy esetleg másodfokú eljárásban vagy fellebbezésben keresse az igazát, hogy nem tudta sem a perköltséget, a várható perköltséget, sem az azt megelőző esetleg bizonyítási eljárásban a szakértőnek, illetve az ismételten esetleg a másodfokú eljárásban felmerülő szakértői költségeknek a viselését kilátásba helyezni. Különösen azért, mert ezek olyan költségek voltak, vagy annyira nagy összegűek most már egy-egy szakkérdésben, hogy az szinte képtelenség a perben viselni. Így azért nagyon sokszor, hanem is azt mondjuk, hogy ez az elfogadottságot, hanem inkább a lemondást is jelentette a további jogkeresésről. Erre mindig figyelemmel kell lenni, hogy nem feltétlenül az áll mögötte, hogy teljes mértékű a társadalmi elfogadottsága. Nagyon sokan esetnek ki azért a másodfokú eljárásnak a választásából, tehát a fellebbezésből, vagy bármilyen más jogorvoslatból, mert szimplán képtelenek, vagy nem áll anyagi, vagy más módjukban. Attól függetlenül, hogy vannak költségkedvezmények, illetve illetékmentességek, de ezeknek az összege, hát mondjuk úgy, hogy kezd elszakadni attól, ami a társadalom széles rétegét, vagy szélesebb rétegét le tudná fedni, és csak nagyon-nagyon szűk körben lehet már érvényesíteni ezeket. Az ügyhátralékokkal kapcsolatosan szintén jó, hogy sikerül ledolgozni azokat a hátralékokat, amelyeket felhalmozottak. Ugye az ügyhátralékok az időszerűséghez és az ügyek elhúzódásához is nagyban hozzájárulnak, és én annak idején a saját szakdolgozatomat is abból írtam, hogy miként lehetne ebben módosítani, javítani. A 2000-es években ez egy nagyon komoly probléma volt. Azóta ebben számottevő előlépés volt, és nagyon örülök neki, hogy 2020 után lépve most már azért a bíróságnak is sikerül megbirkóznia ezeknek az ügytereknek és a folyamatban lévő, régóta folyamatban lévő ügyeknek a csökkentésével. Ami viszont fontosabb, és akkor pár nem teljesen megismételve, nem akarom senkinek az idejét rabolni, de azért fontos arról szót ejteni, ami a bíróságok függetlenségével kapcsolatos, és ugye az ezt érő kritikák, vagy magának a szervezetrendszernek a függetlenségével kapcsolatos kritikák megjelennek. Az valóban van abban helytálló elgondolás, hogy aggályos lehet ebből a bírók egyrészt kiválasztásával kapcsolatos szabályok. Ugye itt az OBT többször megfogalmazott kritikát. Előző felszólalásban is elmondtam akkor a kúria elnökének, hogy természetesen mindig súlyozva kell a kritikákat megvizsgálni. Nagyon sokszor vannak olyan külső szereplők, akik lehet, hogy más szándékból, vagy akár politikai szándékból fogalmaznak meg ilyeneket, de nagyon sokszor látni, hogy szakmai szándékok alapján megfogalmazott kritikákból is helytállónak tűnik az, hogy az OBH-nál és az OBH elnökének változtatnia kellene a bírók kinevezésével kapcsolatosan, és szintén ugyanezt a függetlenséggel kapcsolatos aggályt veti fel a bírók kirendelésével kapcsolatosan már itt előbb meghallgatott kritika is. Ezekben valóban vannak olyan kérdések, amivel érdemben kell foglalkoznia az OBH-nak, hogyha tényleg meg szeretné és meg tudja, mert álláspontom szerint meg szeretné és meg tudja testesíteni a bírói karnak ezt a függetlenségét, és tud ilyen munkát végezni. Szintén kínos eset volt, és ezt nem szabad elhallgatni, a Sádl ügynek a hullámai, illetve az ezzel kapcsolatos események is szintén nem vetett jó fényt az OBH elnökére, és elnézést elnök úr, hogy ezt ön előtt kell mondani, ez egy általunk is egy titkos lehallgatásokból előkerült felvételekből vált ismerté. Önök talán ennek jobban tudják, hogy miként volt, illetve én abban hiszek egyébként, hogy szakmai egyeztetés is volt, és szakmai egyeztetés volt ön és a végrehajtói kamara elnöke között. A különböző hivatásrendeknek az igazságügyben azért az elnökei mindig szoktak egyeztetni egymással, szerintem ebben különösebb újdonság nincs. Éppen ezért lenne jó megtudni a titkosított dokumentum alapján, hogy végül is mi a teljes kép és mi a teljes igazság, talán az OBH-ba vagy a bíróságba vetett bizalmat is nagyban segíteni. És akkor én itt két kérdéssel szeretném zárni, és remélhetőleg vissza tudok érni addigra, amikor meg lehet ezt válaszolni, nem akkor máshol igyekszem és törekszem majd felvenni önnel a kapcsolatot. Az egyik egy helyi kérdés.
Én Karcagon élek a nagykunságban, és Karcagon a helyi járásbíróság és az ügyészség egy épületben van, és egy régebb óta húzódó projekt, és egyelőre nem tud senki választ adni rá, hogy miként is áll a karcagi járásbíróság épületének és a hozzá csatlakozó ügyészség épületének, amelyet újonnan szeretnének megépíteni az építése, és várható ebbe valami előrelépés. Legutoljára azt a tájékoztatást kaptam Lázár miniszter úrtól, hogy nincs rajta azon a listán, amiből lehúzták volna az építkezést, tehát hogy várható valami. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mikor újulhat meg ott a főterünknek az a része, különös tekintettel, hogy a járásbíróság épülete az egyik legfontosabb épülete a Városháza mellett a nagykunsági településünk Karcagnak a főterének. A másik pedig egy jövőmutató kérdés, és itt öntől egy jó szándékú választ várok, tekintettel arra, hogy ez valójában jogalkotói feladat, és ez szintén a Sárdi ügyhöz tartozik. Az világosan látszik, hogy a végrehajtói szervezetrendszer, nyugodtan kimondhatjuk, egy bűnszervezetként működött. A bűnszervezet vezetője maga a kamarának az elnöke volt. Ez a köztestületi rendszer, az lényegében elveszítette a társadalmi felhatalmazást, hogy azokat az ügyeket, amelyet az állam képében, a bíróság képében, az ítéletek végrehajtása érdekében, mint végrehajtási cselekményeket visz, hogy ezt joggal képviselje a társadalom előtt és az emberek előtt. Éppen ezért merül fel, és a Jobbik konzervatívoknak ez régi álláspontja, és a Jobbik is régóta követelte, hogy időszerű lenne meggondolni és átalakítani úgy a végrehajtási rendszert, hogy ez ismételten visszatérhessen a bírósági szervezet rendszerbe. Ez különösen azt is eredményezni, hogy ez nem egy eredmény és egy profitorientált szervezetrendszer lenne. Különösen úgy, hogy az elmúlt időszakban böngészve a beszámolókat 2020-ban, 2021-ben egyes végrehajtóirodák 3-400 millió forintos bevétellel futottak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy több 10 milliárd forintnyi vagyont vettek el a végrehajtások során. Nyugodtan mondhatjuk minimum simlis körülmények között. Tehát a kérdés az arra vonatkozik, hogy tudná támogatni az OBH elnöke azt, hogy a végrehajtói rendszer az úgy alakuljon át, és a végrehajtás rendszer úgy alakuljon át, hogy hasonlóan, ahogy az 1990-es évek után volt, az a bírósági rendszerben kapjon helyet, és a szervezetrendszernek része legyen, és az ott dolgozók, a végrehajtók, azok ne a saját zsebüknek dolgozzanak, vagy ne a gazdáiknak a zsebének dolgozzanak, vagy ne Tóniék zsebének dolgozzanak, hanem dolgozzanak valójában az államnak, hiszen ez a feladat, amelyet ellátnak, és az a közhatalom, amit ezáltal gyakorolnak, mégiscsak egy állami feladat és egy állam által átengedett közhatalom. Úgyhogy amennyiben erre van lehetősége vagy felhatalmazás, akkor én örömmel várom, hogyha ezeket megválaszolja. A beszámolóval kapcsolatosan pedig később kívánunk dönteni. Köszönöm szépen! Valóban a fontos és kiemelt jelentőségű a digitális kapcsolattartás, azonban a jogi képviselő nélkül eljáró fél erre nem köteles, adott esetben papír alapon is tarthatja a kapcsolatot. A társadalmi elfogadottság, úgy gondolom, hogy a fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett határozatok esetében jelentős, azonban a költségkedvezmények a vagyoni helyzet esetében a felek részéről igénybe vehetőek, és ennek megfelelően valóban van olyan része az igényérvényesítésnek, amely adott esetben nem hárítható át az államra, azonban ezt a jogszabályt jelenleg megváltoztatásra nincs, ezen jogszabály megváltoztatására nincs akarat. Következésképpen a eredménytelen igényérvényesítés következményeinek egy részét legalábbis a fél viselni köteles. A bírói kirendelésekkel összefüggésben szintén fenntartom azt a nagyon fontos tény ismertetést, hogy ma Magyarországon csak hozzájárulással van bíró kirendelve, és az, hogy én bármilyen valótlan tartalmú adatot közöltem volna az Országos Bírói Tanáccsal, ez én úgy gondolom, hogy szintén sajátos és jogértelmezési vita. A karcagi járásbírósággal összefüggésben képviselő úr részére külön írásbeli választ fogok küldeni. A felvetett jogalkotási kérdésekkel összefüggésben pedig, amennyiben a jogszabálytervezet hozzám beérkezik, arra természetesen korrekt és szakmai választ fogok adni.